Köszöntöm a duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Pap Istvánt, a Szemek a láncban című kötet szerzőjét. Hogy mondjon is valamit ez a cím, kedves nézőinknek, az alcímet is kell idéznem, amely úgy szól, hogy játszmák a magyar állambiztonság történetében. Ugye ez egy nagyon érdekes beszélő cím, amely tulajdonképpen onnan származott, hogy megpróbáltam valamiféle új értelmezést adni ennek az állambiztonság, politikai rendőrség történetének. Ugye erről nagyon egysíkúan szokás beszélni, ügynökök, akik általában nagyon rosszak, tartótisztek, és nem igazán világosak a szerepek. És engem az emberi szerepek története mindig nagyon izgatott. Ugye talán még élnek a vérmezőn Tabánban olyan régi nézők, akik látták a 60-as, 70-es években a Szilágyi Erzsébet fason élő Németh Lászlót sétálni, akinek van egy szép kötete Emberi szeret címmel, és tulajdonképpen ő fogalmazta meg azt a dilemmát, hogy egy-egy ember élete során sokféle szerepet betölthet, férj, apa, tanár, foglalkozás, hivatás szerint, és azt gondolom, hogy ezek a különféle szerepek az állambiztonságba való hozzáállást is jól megvilágítják, és Németh László egy neves kortársának, I. és Gyulának nagyon-nagyon közismert versét, ugye az egy mondat a zsarnokságról hívtam segítségül a címhez. Mindenki szem a láncban? Mindenki szem a láncban, de ezek a szemek különbözőek, és ez a metafora azt igyekezett érzékeltetni, hogy tulajdonképpen abban az alatt a hosszú időszak alatt, ami ugye Magyarországon a kommunista diktatúra története volt, a Rákos és a Kádár korszak, az embereknek különböző életlehetőségei, döntési lehetőségei voltak, az élet számos más területén, így az állambiztonság való kapcsolattartás terén is lehetett az együttműködésnek különböző mértéke, lehetett ezt elutasítani, lehetett okosan játszani, lehetett taktikázni, és hát lehetett nagyon aktívan, azonosan együttműködni. A cím és a tartalom ezt hivatott érzékeltetni. Mielőtt ezekről az élethelyzetekről kérdezném, azért nézőinknek el kell mondanom, hogy a szerző Pap István egyébként történész és az állambiztonsági iratok levéltárának a kutató munkatársa, ugye? Így van, ott dolgozom már 11 éve. A kutatásaiban milyen anyagot használt fel azon kívül, hogy ugye a kötet szereplői elsősorban írók, ezt mondhatjuk? Így van, elsősorban írók. Részben adottam a műfaj, hogy a nálunk lévő iratanyagokat használtam föl, személydosszékat, megfigyelésanyagokat, peranyagokat, de széleskörűen kutattam az Országos Levéltárban, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában kiadott naplókat, visszaemlékezéseket, tehát részben levéltári forrásokat, részben pedig irat kiadott nyomtatásban megjelent forrásokat. Azért is, mert van egy ilyen fajta pici tévhit az állambiztonsági iratokkal kapcsolatban, hogy ezek mindent elmondanak. Azt gondolom, ezek sem mások, mint a magyar történelme vonatkozó egyéb források. Tulajdonképpen apró mozaik kockák, amelyek más mozaik kockákkal együttesen adhatnak ki valamilyen megbízható teljes képet a múltról, és éppen ezért törekedtem a különféle források ütköztetésére, vegyítésére, hogy így kellően megvilágíthassam az emberi történeteket, az emberi gyarlóságot vagy esendőséget adott esetben. Ez azt is jelenti, hogy a műben mindig az ember van a középpontban. Így ugye? Van, így van. Ugye többféleképpen megközelíthető ez, tehát beszélhetünk a szervezetről, ugye magáról, az ávóról, majd a 3x3-os csoportfőnökségről, beszélhetnénk akár mondjuk az épületekről, a terekről, ahogy ez történt, beszélhetnénk a technikáról, tehát mondjuk a megfigyelésről, a fényképezésről, a kompromittáló anyagokról. Ezek mind-mind nagyon sok olvasatot és nagyon sok hasznos információt mondanak el számunkra. Nagyon komoly jó kutatások vannak a kollégák által ebben a témakörben. Én azonban azt próbáltam elmondani, hogy mit tehetett egy adott ember. Tehát mondjuk egy közismert példát, mondjuk I. és Gyula vagy Veres Péter nyilvánvalóan tisztában volt az, hogy a politikai rendőrség révén is információkat gyűjtenek róluk. Mit lehetett így elérni? Hogyan lehetett erre reagálni? Vagy például mondjuk egy ismert példát, hogyha még a mai alkotó Moldova Györgyöt hozzam, ő ugye egy regényt írt a politikai rendőrségről, az ávóról, mennyiben befolyásolta a közvéleményt? Félrevezette? Dezinformálta? Maga a szerb is tudott erről? Mennyiben befolyásolta mondjuk így az AVH-nak vagy 56-nak az emlékezetét? Mennyi itt a személyes felelősség, az azonosulás? Ezek a kérdések izgattak engem. Talán megkockáztathatom, hogy a kötet szereplői közül I. és Gyula az, aki a legtöbb nézőhöz a leginkább közel áll. Az ő szerepe az meglehetősen sajátos volt,
És ha most leszűkítem a kort, akkor már inkább a forradalom és szabadságharc utáni időre gondolok, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ő okosan lavírozott, és nagyon jól tudta kezelni azt a kapcsolatot, ami közte és a akkori kor vezetői között, például Acél György között volt. Igen, azt hiszem, hogy így is a klasszikus eset arra, hogy nagyon-nagyon nehéz egyetlen fogalompárral vagy jelzőszerkezettel leírni egy bonyolult életutat. Ugye azt lehetne mondani, hogy a népi írók, akiknek ugye ebben az időszakban így is volt a legismertebb, legelső számú vezetőjük, olyan nagyon fura helyzetbe kerültek, hogy a pártvezetésnek rájuk személyükre szükség volt, de eszmékre kevésbé. Tehát egy olyan fajta harmadik utas politikai elképzelés, ami más alternatívát kínált a fennálló politikai rendszerrel szemben, külön véleményt fogalmazott meg például mondjuk a határon túli magyarság ügyében, a nemzeti kultúra bizonyos hagyományaihoz való ragaszkodás terében, a parasság, demográfiai kérdésekben. Ugye ez mindig valahol a tűrt, kívánatos, részben elfogadott mesdében mozgott. Felsorolásban ne feledkezzünk meg a határon túli magyarságot, így van, ami így életének van. Egyik fő így van, így van. Ugye erre is utaltam a kezdő sorokban, és ugye ez egy nagyon sajátos játékot és mozgásteret kínált, amihez azt gondolom, hogy egy olyan politikus alkat szükségeltetett, mint maga így is volt, aki nem csupán kiváló szépíróként, költőként maradt fenn az emlékezetben, hanem úgy mondhatnám olyan ügyek gazdájaként, amelyek bizonyos fajta politikai érzéket kívántak, és azt gondolom, hogy az állambiztonsággal kapcsolatban, állambiztonsági források terén is ez nagyon jól tetten érhető. Ugye, ha most raknánk egy képzeletbeli polcot azokból a dossziékból, amelyekre az írásban vonatkozó anyagok találhatók, akkor azt hiszem a kamerát egy kicsit meg kellene dönteni, mert nem biztos, hogy a nézőszög befogná, és túlságosan magasra kerülne ez a polc. Több mint 300 dossziéban bukkan fel az ő neve, tehát több tucat ügynök szorgos, aktív figyelmet terjed ki rá, és hát tulajdonképpen életének minden mozzanatát figyelemmel kísérték, ha egy szerzői estről volt szó, ha egy erdélyi útról, ha mondjuk temetésen fellépett, ha egy levelet közvetített. Tehát ez mindenképpen egy olyan mezőben fozgott, ami nagyon kiterjesztette, vagy felhívta magára az állambiztonság figyelmét, és ne felejtsük el, hogy ezek az információk, amelyek ügynökök szerveztek, ők megszereztek, különböző csatornákon keresztül a pártvezetés legfontosabb tagjaihoz, tehát a központi bizottság titkáraihoz, politikai bizottság tagjaihoz jutottak el. Ez egy ilyen csatorna volt. Igen, de ő írt és mondott olyanokat, ugye, ami... Ha ő neki nincs szerencséje, és nem visszatérek ehhez a szóhoz, hogy lavíroz nagyon okosan a hatalommal, akkor akár börtönbe is csukhatták volna. Ennél kevesebbél is börtönbe csuktak embereket. Így akkor. Van, ez így van. 56-ot követően a forradalomban résztvevőkkel szemben nagyon-nagyon sokféle taktika érvényesült. Ugye a Nemzeti Parasztpárt és a népírókkal kapcsolatban is fontolgatták egy PER megindítását. Ugye az állambiztonsági iratokban is van egy olyan nagyon sajátos kitétel, hogy felsorolják ennek a pártnak az íróit, és akkor ott van a vezetés, és ott van az a kitétel, hogy egyelőre szabad lábon. Na most ugye ebből sok minden következik, a börtönhöz is vezetett út, illetve vezetett másfele. Ne felejtsük el, hogy ugye a Németh Lászlóval, Illyés Gyulával nagyon szoros baráti viszonyban lévő Bibó Istvánt súlyos börtönbüntetés életfogytiglanra ítélték, 63-ban szabadult. A velük jó viszonyban lévő Püski Sándor könyvkiadót ugye 62-ben börtönbüntetésre ítélték. Tehát hozzá nagyon közeli személyek kerültek börtönbe, az írók is bementek kihallgatásra. Tehát pontosan érezték azt, hogy ez igazából egy politikai döntés eredménye, hogy a Rácson belül vagy Rácson kívül találja magát az ember, és ez nyilván ugye nagyon korlátozta a mozgásteret, és csak apró lépésekkel lehetett adott esetben ügyeket képviselni. Úgyhogy ez a tendencia kétségkül megvan. De ha tanár úr már börtönt említ, akkor arról se feledkezzünk meg, hogy ő például, és még néhány írótársa kihasználta ezeket a kapcsolatokat, és például Szabó Lőrincet megmentette, például Németh Pétert, Németh László unokaöcsét megmentette a börtöntől. Így van, igen, ezeket a történeteket is elmondtam. Ugye a Szabó Lőrincnek ugye 45-öt követően volt két igazolási eljárása az Újságíró Szövetség, illetve tehát az újságírók, illetve az írók körében. Itt az egyik legaktívabb, közreműködő, mélyidőtanú az valóban így is volt. Németh Pétert, Németh László unokaöccse esetében pedig nagyon súlyos volt a vád, hiszen ugye szovjet katonák megölésével hozták összefüggésbe egy ilyen nagyon zavaros történetben, ugye
Szilas, Mezőszilason és Szilas Balháson, amelyet ugye település ugye Németh László édesapjának szülőfalja, Németh Lászlóhoz közel álló nagyon kedves falu volt, és ugye tulajdonképpen valószínűsíthetően így és német kapcsolatrendszerre volt szükség, hogy ezt a fiatalembert, aki a Németh László regényekben is fölbukkan álnéven, elkerülje a legsősabb ítéletet, a halált. Tehát ezt mutatja azt, hogy tulajdonképpen ezt a fajta lavírozási képességet, amit ugye ön is említett, nagyon sok ügyben lehetett használni, és azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy lehetett kivel szólni, lehetett kivel tárgyalni. Hogy nem mindenki értett persze ezzel egyet, ezzel a lavírozással, maradjunk már ennél a szónál, arra jó példa a Márai Sándornak a véleménye, ugye, aki ekkor már emigrációban élt. Most arra én pontosan nem emlékszem, hogy még a szalernói évekből, vagy ez már az Egyesült Államok tartózkodása során volt Egyesült Államokban, hogy ő gyávaságnak, vagy minek minősítette? Ők nem kedvelték egymást ígyéssel, ez tény, és már ez kimutatható ez a hatás a márai emigráció előtt. Nagyon érdekes, 1947-ben van egy közös nyugat-európai útjuk, Csészabó László is elkíséri őket, Márai, Illyés, Bernáta úr él, ugye Illyés, ez a csapat Svájcon keresztül utazik Franciaországba, majd Olaszországba, jelen vannak többen a párizsi békeszerződés aláírásánál is, és ott például van egy elég markáns, heves vita a német, Illyés és Márai között a vonatúton, ami tulajdonképpen a sokat emlegetett népi urbánus vitának az egyik legszínvonalasabb játszmája, legszínvonalasabb fejezete, amely nem egymás denunciálásáról, lejáratásáról szólt, hanem tulajdonképpen arról ez nagyon... Ez a párbeszéd, bocsánat, tanár úr, ez hozzáférhető? Ez hozzáférhető, a Mára is megírta, és is megírta, sokan feldolgozták, és tulajdonképpen arról szól nagyon egyszerűsítve, hogy a magyarság előtt milyen stratégiák vannak, mi a helyes út, amit követni kell. Nefele, ugye van egy szélesebb vetülete, tehát tulajdonképpen milyen fajta polgárosodásnak, milyen fajta modernizációnak kell lejátszódnia, mennyire fontos csak a hagyományos közösségek, mennyire fontos a parasság, a falu, vagy mondjuk a városra kell támaszkodni. Azt gondolom, ezek még ma is élő és fontos kérdések. Illetve hát ne felejtsük el, 47-et írunk, szovjet hadsereg jelen van, nyilvánvalóan romlik a helyzet, és hát ebbe a keretbe is fel lehet tenni a kérdést, mi a helyes maradni, és belülről javítani a viszonyokon, elmenni, emigrációba menni. Azt gondolom, legitim és józan érvek mind a két álláspont mellett felhozhatók. Én nem is szívesen választanék sem így és sem Márai között, mind a ketten képviselték az igazságnak bizonyos szeletét, kritikai megjegyzések elmondhatók mindkettőjükkel kapcsolatban. Én mindig azt mondom, a mából visszanézve, nagyon jó, ha ma is ilyen színvonalú viták zajlanának, és ilyen színvonalú szellemi kaliberek állnának egymással szemben. Igen, de hát a politikai vitákon túl azért ők elismerték egymást, így van, mint író. Hát ez két író óriás, akiről két író óriás, beszélünk. És így van, és nyilván tisztában voltak egymás képességeivel, mind a stiláris adottságokkal, mind a valóság bemutatásának érzékeltetésével, mind a társadalmi folyamatok bemutatásával, és ne felejtsük el, hogy ha már itt esett szó 56-ról, a forradalom történései mindkettejük életútjában nagyon markáns, nagyon meghatározó életutat, eseményt jelentettek. Ugye ne felejtsük, hogy a két talán leggyakrabban idézett vers, ugye az Egymondat a zsarnokságról mellett ugye Márai költeménye, ugye a Mennyből az angyal, amely egy nagyon zaklatott alkotás, és teljesen ellentmond Márai személyiségének, aki egy picit mindig hűvös, távolságtartó, kétkedő szereplő volt, és mégis hihetetlen érzelmi megrázkódtatásról árulkodik ez a költemény. Tehát nála is, és ilyesnél is ez fontos szerepet öltött, és hát két maradandó, az nemzeti emlékezetben kulcsfontosságot játszó alkotást eredményezett. Ne feledkezzünk meg arról, ha már a Mennyből az angyalt említi, hogy az ember még mindig megborzong, amikor arra gondol, hogy ő hallotta Sinkovics előadásában ezt a verset. Talán azért sem árt ezt említeni, mert akkor nézőink most talán meghallgatják még egyszer a Sinkovics féle előadásban így Mennyből van. Az angyalt. Ugye ez legyen így, én is ezt kívánom mindenkinek. Ugye nagyon érdekes, ugye, hogyha már esett szó ugye Márai pozíciójáról is, ugye nagyon leegyszerűsítve a polgárság írójának szokás mondani, és egyben a polgárság kritikusának is, de azt gondolom, hogy nála is egy másfajta, nagyon érzékeny és eleven érdeklődés az ország sorsa iránt, ez tagadhatatlan, mélyen átélte ezt a szerepet,
más hevülettel, más módon fejezték ugye ezt a tartalmat, amit ugye így és így a közvetített, de azt gondolom, hogy az azonosulás mértéke és elkötelezettség az egyikőjüknél sem vitatható. Nota bene, ezért érdeklődött mindkettőjük iránt például a politikai rendőrség is a politikai vezetés mellett. De ha már a márai verset említettük, akkor ne menjünk el szó nélkül az egymondata zsarnokság mellett sem, mert ez, amikor ő a párbeszédet igyekezett folytatni, és folytatta is a hatalommal, akkor ez a vers már az asztalfiókban volt. Na most ilyen kemény sorok, hát nem tudom, hogy megjelentek-e az ő idejében. Ugye sokáig vita volt, hogy tulajdonképpen mikor írta ezt a verset így, és ugye ez 1956. november 2-án jelent meg az Irodalmi Újság hasábjain, ugye elhangzott a rádióban is, és ma már az a keletkezési évet, hónapokat, hajszában nem tudjuk megmondani, de az bizonyos, és ebben a kutatók között konszenzus van, hogy valamikor az 1950-es évek elején írta így, és lehet, hogy 50-51-52, tulajdonképpen amikor esély nem volt a megjelenés. Nyilvánvalóan igen, és ugye pont azt a nagyon sajátos helyzetet mutatja, hogy miközben ő 48-ban, 53-ban Kossuth díjat kap, 60. születésnapján kitüntetik, az asztalfiókban ott lapul ez a vers, tehát pontosan tisztában van a politikai hatalom természetével, tisztában van azzal a nagyon nehéz szereppel, amit ő maga is betölt, és ugye 56. november 2-án, ugye, amikor megjelenik ez a vers, nyilvánvalóan nagyon hamar a forradalom egyik szimbólumává válik, és ugye nagyon sajátos az a helyzet, amit ugye ön is említett, hogy miközben ugye Acél Györggyel tárgyal, megjelenik adott esetben egy olyan könyv, amit ugye Acélnak dedikál, közben családi közösségekben, baráti közösségekben. Együtt vacsoráznak. Igen, igen. A családok, ugyanakkor, az Acéllal. Igen, ugyanakkor ezt a verset kéziratban terjesztik, másolják, elszavalják. Nagyon érdekes, hogy ugye így és életében ez nem jelenik meg kötetben, tehát 86-ban így és halála után jelenik meg, és így és életében csak Jugoszlávia területén, amikor ott magyarul kiadják a verset, illetve fordítanak, ott jelenik ki talán, meg. Ugye? Így van, így van. Igen. Tehát ugye ez egy nagyon sajátos helyzet, és ugye ennek a kornak a hallatlan bonyolultságát pusztán ezzel az egy életúttal is azt hiszem nagyon jól lehet ábrázolni. Még arról is kellene beszélnünk, felsorolva most már néhány olyan írót, akik szereplői a kötetének. Például ugye a Németh László és a tárgyalt I. és Gyula mellett Moldova, aki abban az időben I.S.-ékkel együtt persze nagyon jól kerestek. Erről sem szabad úgy megfeledkezni. Évi 1 millió forint volt a ma elképzelhetetlenül magas példányszám okán az ő honoráriumuk, akkor, amikor 2000 forint volt a havi fizetés. Így van. Ugye ez egy nagyon sajátos helyzet. Moldova György ugye két szempontból is fontos. Egyrészt a történészek hajlamosak azt gondolni, hogy egy kor lenyomatát mindig a csúcs, az elitirodalom őrzi meg. Ez néha így van. Utalhatnak például Jókai Móra vagy Arany Jánosra, akiknek az emlékezetben betöltött szerepe nagyon fontos, és amit ugye írtak a saját korukról, ez nagyon lényeges. Ugyanakkor nem biztos, hogy például mondjuk a két világháború közötti korszakról csak Babits Mihályt vagy Szegfű Gyulát kell olvasni, hanem adott esetben mondjuk ott Rejtő Jenő volt a legnépszerűbb szerző, ez tagadhatatlan, és azt gondolom, hogy a Kádár korszak ábrázolásánál is, vagy az 50-es évek ábrázolásánál is vannak fontos első vonalbeli magyar írók, de kétségkívül nem biztos, hogy a legnépszerűbbek, a legnagyobb hatást ők gyakorolták. Azt gondolom, hogy ha az átlagembert megkérdeznénk, kicsit visszagondolva mondjuk a saját szülővárosomra, a Mezőtúra, arra az utcára, ahol én fölnőttem, bizonyos vagyok benne, hogy hál' mondjuk... Isten a nyelvében ezt még meghozta. Ennek nagyon örülök. Is. Nagyon örülök. Bizonyos vagyok benne, hogy mondjuk, ha megkérdeznénk akár ma is az ott élőket, Moldova lenne az egyik legismertebb szerző. És éppen ezért nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy az ő szociográfia történetírói módszereit megvizsgáljuk, hiszen nagy hatást gyakorolt, éppen azért amire ugye ön is utalt, ugye ez egy államilag támogatott könyvkiadás volt, a kultúra kiemelt szerepével, de ez egy kontrollált, cenzúrázott és öncenzúrázott könyvkiadás volt, tehát ugye nagyon sok mindent le sem írtak, vagy a kiadottakból kihúztak, csonkán jelent meg, és ugyanakkor bizonyos szerzőket, akik politikailag nem voltak veszélyesek, nota bene, még igazoltak bizonyos hiteket és tévhiteket, kiemelten támogatott ugyebár az állam, meghatározott kultúrpolitikai okokból. Ezért is tartottam fontosnak, ugye Moldova Györgynek
ugyebár ezt a regényét, amely ugyebár ugye az Elbocsátott légió címet viseli, és egy kicsit ilyen köznyelvi metaforává is vár, bemutassam, és ugye érzékeltessem azt, hogy milyen hamis mítoszokat igyekezett ő átplántálni a köztudatba az államvédelmi hatóság szerepéről. Hát az kétségtelen, hogy ezt úgy érzem, nagyon nagy érdeklődéssel forgatják az emberek ezt a kötetét. Mivel foglalkozik most? Mert úgy tudom, hogy a mi szűkebb hazánk, a 12. kerület egyik emblematikus figurájával. Igen, igen, most volt nemrégen egy konferencia az Állambiztonsági Szolgálatok Töltete Levéltárában, amelyet a budapesti kitelepítések 65. évfordulója alkalmából tartottunk. Ugye ez a kitelepítési hullám igen nagyban érintette, pusztán ha földrajzilag megnézzük azokat a lakásokat, ahonnan el kellett hagyniuk, ugye Vérmező, Tabán, Krisztina város lakosságát. Uh-huh. És egy olyan életutat mutattam be, egy Fluk Béla nevezetű festőművészét, akit a Pauler utcából telepítettek ki. Talán az ő képei előfordulhat, hogy még néhány itteni otthon lakásfalát ma is díszítik, elsősorban portrékat készített. Egy Békés megyei faluba Csorvásra telepítették ki. Uh-huh. És az ő élettörténeted azért nagyon érdekes, mert a nagyon nehéz körülmények között is megtalálta az alkotás lehetőségét, és nem krisztinapárosi polgárokat festett, hanem Békés megyei parasztembereket, gyakran ugyanolyan nehéz sorsokat, akiket a padlás lesöprés, a begyűjtés, a tagosítás sújtott. Ezek a képei fennmaradtak az ottani helytöltete gyűjteményben, ezeket is sikerült bemutatnom. És tulajdonképpen azért nagyon fontos az ő életútja, mert példát mutatott arra, amit Németh László úgy fogalmazott meg, hogy az ember nagyon nehéz körülmények között gályapadból laboratóriummá alakíthatja azt a környezetet, tehát tulajdonképpen a szívós, kitartó szellemi munka révén megtalálhatja a kivezető utakat a legnagyobb nyomorúság közepette is. Fluk Béla történetét írtam meg. Mikor jelenik meg? Tervek szerint ez a tanulmánykötet az év második felében látna világot. Ezt azért is kérdezem, mert akkor én már bejegyzem ezt, hogy nagyon kedves. A levéltár gondozásában sok más hasonló fontos emberi sorssal együtt, és ez igyekszik feltérképezni, bemutatni azt a nagyon komoly megrázkódtatást, amely számos embert ért ebben az időszakban, az 50-es évek első felének nehéz esztendeiben. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, tanár úr, akkor azzal búcsúzom öntől, hogy viszontlátásra akkor az őszi hónapok egyikén, amikor megjelenik a kötet. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a Duettel.